A profi labdarúgóknak nemigen van gondjuk a pénzzel. Nincs olyan tárgy, amit meg nem engedhetnének maguknak. Extravagáns ruhák, luxusautók, aranyékszerek és még sorolhatnánk. A mai videóban kiválasztottunk pár méregdrága dolgot, amit a labdarúgók birtokolnak vagy vettek, és elég meglepőek. Az első a listánkon nem más, mint Neymar, aki rendkívül szereti a légi járműveket. Gyerekkorában megtapasztalta, milyen szegénységben élni, viszont mivel most már profi labdarúgó, igyekszik kielvezni a luxus életet. Tavaly nyáron 4,2 millió dollárért magánrepülőgépet vásárolt magának, amit aztán személyre szabott különböző festésekkel és mintázatokkal, hogy igazán Neymaros legyen. De ami talán ennél is elképesztőbb, hogy 2019-ben több mint 14 millió dollárért vett egy helikoptert magának, amit szintén átalakított, hogy minél jobban hasonlítson Batman repülőgépére. Cristiano Ronaldo a költekezést egy egészen más szintre emelte. Azt talán nem is kérdés, hogy a menedzsere az egyik legfontosabb személy az életében, ezért meg szerette volna ajándékozni őt. Vett neki tehát egy görög szigetet 5 millió dollár értékben. Ez volt a futballsztár esküvői ajándéka Mendeznek. A portugál sztárról egyébként több história látott már napvilágot, amiben barátait szívesen ajándékozza meg elképesztő dolgokkal. Például egyszer az összes Real Madridi csapattársának ajándékozott egy személyre szabott karórát, mikor megnyerték a csapat 10. Bajnokok Ligája trófáját. De természetesen magát is elkényezteti a portugál klasszis. Magánrepülővel rendelkezik, nem is beszélve luxusautóiról, ezeknek összértéke több mint 30 millió dollár. Ha már Ronaldót megemlítettük, nem mehetünk elősi riválisa Lionel Messi mellett sem. Az Argentina VB győzelem után az összes csapattársának 24 karátos aranybevonatú iPhone-okat ajándékozott 220 ezer dollár értékben. Messi egyébként egy 12 millió dolláros lakásban lakik, aminek egy focilabdához hasonlít a formája felülről. Természetesen ő is vett magának egy méregdrága autót, mégpedig egy Ferrari 335 SS Spider Scagliettit 36 millió dollár értékben, amit pont egy aukción sikerült megvásárolni a Cristiano Ronaldo elől. Zlatan Ibrahimovic teljesen eltérően költekezik, mint az eddigiek a listán, viszont mégis képes volt egy új szintre emelkedni. Ő ugyanis vett magának egy egész erdőt Svédországban, hogy tudjon túrázni, vadászni, halászni, na meg síelni. Mindössze 36 millió dollárért. A svéd sztártól eltérő butat választott Karim Benzema, hiszen hiába kapta meg az aranylabdát, ő mégis egy másik labdát szeretett volna megkaparintani. Ezért csináltatott egy 340 ezer dollárt érő, 72 ezer gyémánttal és 1250 karát arannyal rendelkező labdát magának. A lakásában biztos rengeteg erekje van, de talán ez lesz a legfényesebb mind közül. A norvég csatár Erling Haaland is felkerült a listára. Ugyanis mikor eligazolt Dortmundból, egy nem mindennapi ajándékkal köszönt el a csapattársaitól. 33 darab 500 ezer dollár értékű személyre szabott Rolex karórát ajándékozott mindenkinek. Az órákat egyébként két limuzinnal szállította a helyszínre Hollandiából. Személyzettel együtt, akik a játékosok segítségére voltak az óra felpróbálásánál. Gareth Bale viszont inkább magára költötte a vagyona egy részét, vagyis pontosabban egy másik sportra. Ugyanis ő egy teljesen személyre szabott golfpályát alakított ki a hátsó kertjében. A világ összes pályájából a legkedvencebb lyukai lettek lemodellezve. Egészen elképesztő. Ti mit vennétek magatoknak, ha annyi pénzzel rendelkeznétek, mint a labdarúgók a listánkon? A válaszaitokat írjátok le kommentben. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért. Hajrá magyarok, hajrá félidő!